Ismét élettel telt meg a sárospataki repülőtér. Mi más is foglalhatta el ezt a terepet, mint a repülőgépek és szerelmeseik. Most azonban nem életnagyságban, hanem azok kicsinyített változatát tekinthették meg az érdeklődők, és mutathatták meg egymásnak saját modelljeiket a résztvevők. A város immáron 11. alkalommal adott helyet ennek a térségben is egyedülálló eseménynek. Régebben az embereknek sokat kellett vele foglalkozni, és építettük így a modern repülőket. Mostanában már majdnem minden készen megvehető, de igazából itt már csak a technikai újdonságok vannak, és azzal próbáljuk egymásra megmutatni, hogy mi hogyan fejlődött is. Mi mire képes. Ami úgy kiemelkedő, mert ezek a quadrokopterek, amelyeket általában kamerával szoktuk felszerelni, és ilyen légi felvételeket is szoktunk vele készíteni. Jó néhány 6-7 éve vásárolt egy extra 300-as balzaépítésű műrepülőt hoztam, amit igazából 4 éve összetörtem. Újra kellett, hogy építsem a törzsét, és igazából működőképes. Egy négyütemű 13 köbcentis alkoholos motor van benne. Alkoholos azt jelenti, hogy nem benzinüzemi, hanem metilalkohol, illetve különböző keverékek aránya maga az üzemanyag. A repülőgépek mellett már hagyományosan helyet kaptak az autómodellek is, amelyek sebessége és ügyessége sokszor vetekedett egy-egy repülőjével. Így a szervezők szerint földön és égen egyaránt izgalmas programot tudtak kínálni az érdeklődőknek. Mindezek mellett az egyedi építési modellek is felsorakoztak a bemutatón. Hexakopter, fél kiló, 6 darab 600 wattos motor van rajta. Egy háromcellás litiumos aksi. Az az igazi, hogyha megépítem, és utána repülök vele. Rengeteg rendezvényre kapunk meghívást, bemutató szinten, és mostanában elég sok nemzetközi versenyre sikerült eljutni. Megemlíteném az utolsó versenyt, a csongrádi hajómodellezős versenyt, ahol pár modellező kolléga elég szép eredményt ért el. Jakab Krisztenő harmadik helyzet, a másik két kolléga, ő megdöntőkben szerepeltek. A szervezők szeretnék, ha a közeljövőben ezt a rendezvényt ki tudnák bővíteni a hajómodellezők bemutatójával is.